Ennek az albumnak a felvétele tulajdonképpen egy megkoronázása a darabokkal való foglalkozásnak. Ez három egészen grandiózus, csodálatos mű. Brahmsnak eleve a kamarazenéje, hát meg eleve Brahms, de a kamarazenéje egy egészen nagy kincses bánya. És ez a három zongora négyes ilyen egészen nagy csúcspontok szerintem. Mind a három nagyon különböző darab, és nagyon erős arcéleik vannak, hogy így mondjam. Úgyhogy ezek tulajdonképpen az egész pályámat végigkísérték nagyon, főleg hát a Cémon Kvartettet nagyon sokat játszottam, és mindig újra és újra előjön. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ilyen fantasztikus kollégákkal most ezt lemezre rögzítjük. Több mint 30 éve megismertem ezeket a darabokat, bár nem annyira sűrűn vettem részt ezeknek az előadásában. Azt figyelem, hogy a darabokban, hogy mi az a zeneszerzői technika, amit alkalmaz itt és más művekben is. Illetve, hogy az egyénisége hogyan nyilvánul meg ezekben a különböző fölhevült pontokban, vagy pedig nagyon lirikus pontokban, és keresem ezt is, hogy megismerjem Brahmsot még inkább. Tehát a részleteiben is, apró részleteiben is, hogy hogyan cselekszik egy ponton. Extremely special recording, not only because I think this is some of the most wonderful music, it's music that can be so intimate at times, so personal, but so epic in some other places, so symphonic, and such different combinations of instruments. Also, I think the dream of this recording is that we are so different, but also we have very similar values and very similar goals as what we want to say with the music, and this emotional message that we want to convey. And this music is just full of raw emotions, and each one of them is such a beautiful journey in which we are transformed, and we have been transformed through having recorded them. Csodálatos a zongora négyes egy brácsás számára, úgy gondolom. Különleges kihívás, hiszen nem csak mint brácsás, hanem mint különálló szólisztikus hangszer, néha hegedű, második hegedű helyettesként is kell funkcionálni tudni. Csodálatos a repertoár egy zongora négyesnek. Egyébként az emberek nem nagyon ismerik, hiszen van egy pár darab, amiről úgy hallottunk, de 20-30-40 szuper darab is létezik. Onnan tudom, mert 25 éve én 2 évig játszottam zongora négyest Belgiumban még annak idején, 2000-es évek elején, és volt alkalmam megismerni a repertoárt. 2 évig, hétfőtől péntekig próbáltunk 6 órákat egy nap, úgyhogy Ez is segítette nekem elő azt, hogy utána tudjak egy zenekarba később funkcionálni. Megismertem a szolgálatot, egymás támogatását, a funkciónak a felismerését, és ez egy nagyon jó előiskola volt, mindenkinek csak ajánlani tudom, brácsásoknak, akik szólóbrácsát szeretnének egy zenekarba, egy funkciót, ez a legjobb előiskola, úgy gondolom. Úgyhogy nagyon szeretem, és ezekkel a kollégákkal egy régi álmom vált valóra, hogy egy ilyen minőségben a kedvenc zeneszerzőmet, Brahmsot fel tudjuk venni.